Somogyi úr, amikor ön még aktív kutyatenyésztő volt, és ugye a Somogyvári Vitézkennelt vitte, általában a vevők milyen igényekkel érkeztek önhöz? Tehát mit vártak el egy bullmasztívtól? És ezzel kapcsolatos kérdés az is, hogy meghalva ezeket az igényeket, körülbelül mekkora része volt ezeknek az érdeklődőknek, akinek azt kellett mondani, hogy nem, ne haragudj, ez nem a te kutyafajtád, én ezt neked nem javaslom, és nem is adok. Hát legelőször is ugye ők is tesztelnek engem, tehát megnézhetik a kenyelmet, a kutyáimat, de én is teszteltem őket. Tehát nem mindenki kapott tőlem kutyát, mert úgy gondoltam, hogy ez nem neki való. Nem beszélve arról, hogy mivel elég jó emberismerő vagyok, hamar kiszűrtem azokat az embereket, akinek nem a fajta miatt kellett a kutya, hanem valamilyen üzleti szempontból lett volna jó, vagy tulajdonképpen megtehettem, hogy nem adtam mindenkinek kutyát, sőt. A végén azt hiszem, az utolsó időben Magyarországon nem is nagyon adtam el kutyát, csak külföldre. Nem azért, mert jobban el tudom adni, mert a magyar kutya megfizették. Ugye egy kutyának van egy ára, ami azt teljesen egy külföldi vagy magyar, ennyibe kerül. Csak azért nem adtam, mert én úgy gondolom, hogy eljutottunk egy olyan szintre a 5.-6. generáció után, hogy az én kutyáim a kenneket alapítottak külföldön. Tehát kb. 40 országban volt kutyám. 40? 40. Durván. Úgyhogy amiből tenyészeteket alapítottak. És hát mai napig avval dolgoznak. Hát nyilvánvalóan a törzskönyvben már valahol lefutottam, mert ugye az idő az múlik. Ha már erről beszélünk, önnél hány generáció nőtt fel bullmasztifokból? Hát én 15 generációt csináltam. Tehát akkor hagytuk abba, amikor 15. generáció volt. 15. generációs kutyám volt. Ő volt a Somogyvári Vitéz Zara. Tehát az egy Z-betűs alom volt. Ami ugye négyszer fordult meg az ABC nálam. Van egy régi vita kutyások között, hogy mennyire éri meg kutyát tenyészteni ma, vagy ezelőtt pár évtizeddel Magyarországon. Ön hogy látja ezt a kérdést? Mit érdemes tudni kutyatenyésztéssel kapcsolatban? Hát nézd, az igazi kutya, tehát az igazi, a kutyatenyésztőknek a nagyon nagy része az ilyen anyagias dologra terjed a dolgot, hogy megéri, nem éri. Nálam ez sose erről szólt. Tehát ez arról szólt, hogy milyen jó egyedet tudunk csinálni. Ha jót csináltunk, akkor örültünk. Ha nem, akkor próbáltunk egy másik fele menni, de ennek nem anyagi vonzata volt, hogy most ezt minden helyen kell adnunk, és akkor ez nem. Ha nem sikerült, akkor az nem sikerült, a selejt lett. Volt ilyen is, főleg az elején. Aztán utána már nem. Amikor már kezdtem megtanulni, és kezdtem belejönni igazán, hogy mi miért történik. Utána nem kell selejtezni kutyákat se, de akkor viszont már nem is adtam mindenkinek kutyát. Egy kutyatenyésztésbe való belekezdésbe is nagyon komolyan anyagi háttérrel kell rendelkezni. Tehát nem úgy van, hogy veszek egy kutyát, és azt teljesen mindegy, milyen lesz, és ő elkezdett tenyészteni. Ez is körbe kell járni, milyen vonalból van. Meg kell nézni, hogy az tenyésztett kutya el, vagy csak valaki csinált egy ilyen hobbi tenyészetet, abba is lehet tenyészteni, csak azt nagyon körbe kell járni. Tehát ha valaki kutyát vesz, tenyésztési célra, mindig, szóval kölyköt nem lehet tenyésztési célra venni, mert azt nem tudjuk, mi lesz belőle, amíg föl nem nő. De meg kell nézni, hogy milyen vonalból van, milyen család, ki csinálta. Tenyésztett kutya, tehát több generáción keresztül ugyanaz a tenyésztőnek van egy elképzelése, amit ő végre akar hajtani, vagy csak van egy kutyám, és azt összetesszük egy másik kutyával, lesz, ami lesz. Tehát ez nem így működik.
Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy aki belekezd, egy komoly tenyészet, tenyészetet akar csinálni, az tenyészet kutyát vegyen. Tehát olyan tenyésztett kutyát, amit egy másik tenyésztő csinál több generáción keresztül. És teljesen mindegy, hogy ez magyar, amerikai, vagy holland, vagy angol. De nyilvánvaló, ha most kezdeném, nem vennék kutyát olyantól, akinek első alma van, és ez azt se tudja, mi miért történik. Tenyésztési szempontból, tehát hogyha valaki úgy nem akar súlyos károkat szenvedni, akkor nem egyedekre tenyésztünk, hanem családra. Tehát a család azt jelenti, hogy megnézem az alom testvéreit. Hányan voltak az alomból? Milyen a nagybátya, a nagynénye, és akit el tudok kérni, hogy néz ki? Mert ugye rengeteg kutyát láttam olyat, amíg ő maga világgyőztes lett, csak nem volt mögötte genetikai háttér. Tehát ezt úgy mondják szakszóval, kihasadt. Tehát az tökéletes volt a kutya minden szempontból, csak nem lehetett tovább menni vele, mert az egy végtermék volt. Tehát az egy sikerült, és utána soha egy jó utódja nem lett. Pont azért nem lett, mert ő maga jól sikerült, és volt 8 selejt testvére. Na most utána, ugye ez genetikai benne van abban is, amelyik jól sikerült, és ez hordozza magában, és a következő generációval elő fog jönni. Elő fognak jönni azok a hibák, amik a testvérénél voltak. Az ő, hogy benne van, ő benne is, csak rejtve. Na most a tenyésztés pont erről szól, hogy ezeket próbáljuk mindig elfedni, vagy átfedni, hogy ne jöjjön, vagy rögzíteni. Pont ezért van tenyésztésileg is az, hogy sokan félnek, laikusok, hogy rokonban van, hogy rokontenyésztések vannak. Hát csak rokontenyésztéssel lehet rögzíteni azokat a tulajdonságokat és formákat, és idegrendszert és mindent, hogy ha rögzítem, de csak azt lehet rögzíteni, ami jó. Ha nem jó, azt is rögzítem, de akkor az rögzül is. Tehát a tenyésztés pont arról szól, hogyha jó a család, akkor nem tud mellé nyúlni. Nagyon nehezen. Ha rossz, tehát ha csak egyedek vannak, akkor nehezen fog előre menni a következő generációba. De hát sok embert nem is érdekel, mert csinál egy-két almot, keres valamennyi pénzt fel, és ne abba adja. De hát ez nem erről szól igazándiból, hanem ez egy hosszú távú játék. Én úgy gondolom. Hát kiindulva abból, hogy ön több mint 3 évtizedig foglalkozott ezekkel a kutyákkal, ez valóban nem egy hetes program, vagy egy pár éves valami. Hát és nekem mindig saját kutyáim voltak itthon, tehát én úgy gondoltam, hogy amiket meghagyok magamnak, kutyákat, azokkal fog tovább menni. Tehát nem mindig újból kezdtem, mert ugye van, aki csinál 2-3 generációt, eltéved, és megint vesz egy import kutyát valahonnan, és akkor utána megint megy próbál csinálni valamit. Én kitaláltam egy utat magamnak, ami rögös volt egy kicsit, de aztán utána, amikor belevittem friss vérvonalat a tenyészetbe, tehát fedeztetést, akkor sajnos megnéztem, hogy milyen testvérei vannak, milyen formák vannak, hogy néz ki az egész család, és avval kannal fedeztettem. És ez teljesen mindegy, milyen volt, hogy ez győztes volt, vagy nem volt győztes, nincs jelentősége. Maga az egyed jó volt. Somogyi úr, ön most már nem foglalkozik tenyésztéssel, tehát ha jól tudom, 4-5 évvel ezelőtt hagyta itt önt az utolsó bullmastiffja. Kettő évvel ezelőtt. Igen. Nem tudom, mennyire van rálátása erre a világra. Ön a hazai bullmastiff állományt és bullmastiff tenyésztést hogy látja, és mi ezzel kapcsolatban a véleménye? A mai magyar állomány nem rossz. Viszont egy nagy hibát látok benne, amiket most is voltam kiállításom csak körülnézni, és az a hiba benne, hogy a kutyák igazániból megvan a formájuk, minden,
nincsenek felkészítve, nincsenek letesztelve, le vannak lustítva. Tehát, hogyha annyit kéne futniuk, amit a 80-as években végén futottunk a kutyával, ilyen 20-30 percet, akkor elhagynák a nyelvüket. Úgy gondolom. Tehát a kiáltás ma arról szól, hogy bemennek és futnak két kört, és azt mondják, hogy ez a győztes. Na most ezért nem így volt, tehát ott azért nézték, a teljesítmény is valamilyen szinten. Tehát, hogy a kutya elég edzette. De nyilván minden edzette, annál szebb lesz. Tehát annál jobban látszik az izma, annál jobban fog kinézni, és annál jobban terhelhető. És tehát ez amit látok. A formájuk megvan. Az agyuk, az idegrendszerük, azok hát hagynak kívánni volt maguk után. Nem mindenki, de elég sok problémát látok ebben, mert nem járnak kutya iskolába. Régen, amikor én elkezdtünk kutyázni, akkor, vagy kutyával foglalkozni, akkor nem kiáltásra mentünk először, hanem kimentünk egy kutya iskolába. Tehát föl ki őrzővédő kutyát akart venni, vagy avval akart foglalkozni, és ott megnéztük, hogy működnek ezek a kutyák. Tehát ez volt az alap. Tehát azt mondom, hogy a funkciót betölt, és aztán még lehet szép is. Tehát úgy látja, hogy elpuhultak a bullmastiffok az utóbbi időben? Igen. Nagyon elpuhultak. Ha már a bullmastiffokról beszélünk, és beszélt arról, hogy önök mennyit mozgatták a kutyáikat, mennyit az ideális mozgás egy jó kondícióban levő bullmastiff számára? Mert gondolom, itt azért nem hosszú távfutásról van szó. Ez is változó. Ugyanis egy bullmastiffot ugyanúgy kell föledzeni, mint egy sportolót. Tehát keltsen egy edzéstervet, és ebben benne van az is, hogy lebírja futni 20 kilométert is. De nyilvánvaló, hogy egy bullmastiffot mind a 20 kilométert futtatok, egy-két hónapon keresztül, akkor olyan lesz, mint egy agár. Nem erről szól. Arról szól, hogy kell egy-egy hosszú távú mozgatás, és utána rövid távú vágták gyorsba, mint egy rövid táv futott. Akkor jönnek elő az izmai igazándiból. Tehát ez van egy edzésterv, de ezt minden egyednél tehát másképp kell fölépíteni. Mert erre sincs séma. Tehát látni kell, hogy ennek a kutyának ennyi mozgás kell most, ennek ennyi kell. A másikat etetni kell, a harmadikat pihentetni kell. Szóval ez mint egy sportoló. A bullmastiffoknál ez egy külön nézői kérdés volt a bullmastiffokkal kapcsolatban. A bullmastiffoknál mik azok az egészségügyi jellegű dolgok vagy problémák, amire külön fokozottan oda kell figyelni ezzel a kutyafajtával kapcsolatban? Hát vannak szív problémái, pont azért, mert vannak egyedek, ami túl rövid az orra. Tehát túl rövid az orra, és nem elég tág az orjuka. Ezek a kutyáknál lehetnek szív problémák, tüdő problémák. Amúgy mivel rövid szőrű lehetnek szőr problémák, szőrallergiák, azon kívül nagyon sok probléma nincs egy bullmastiffal. Pont azért lett elegem, nem elegem lett, hanem pont azért álltam ki a kiállításokból is, mert már nem ez a lényeg, már nem vonz. Tehát az, hogy nyerjek még egy kupát, már nem érdekel. Az, hogy legyen most egy cacibom, nem érdekel. Tehát az, hogy legyen jó kutyám, vagy volt jó kutyám, az egy dolog, de már nem kezdem újba, mert öreg ember vagyok. Néhány korábbi interjújában, amit nekem volt szerencsém látni, és nagy örömmel néztem meg, többször volt egy olyan kicsit elharapott utalása arra, hogy úgymond
kiállítási anomáliák, vagy kiállítási trükközések, vagy nem tudom micsoda, mire gondolt? Miként vélekedik a kiállítások világáról? Mennyire hasznos ez? Mennyire nem? Mi a vélemény erről? Hát az a baj, hogy vagyis nem baj, hanem egy fajtát csak a kiállítások alapján itt jelnek meg mindenhol. Most a munkakutyáknál ezen tovább kell lépni, tehát azokat az idegrendszeri problémákat, amiket kiállítása esetleg nem jön elő, ezeket kéne tesztelni. De ezt nem olyan szinten kell tesztelni, ez az én véleményem, hogy most akkor mindenkit kizárunk vagy lezárunk, nem tudjuk, hogy hol tartunk. Tehát azt tudom javasolni a következő generációnak, hogy akik kutya volt, hogy csinálják egy csoportot, amivel kutyaiskában lemennek szórakozni. Hozzak össze egy délutánt, egy napot, és ott megfelelő kutya kiképzőkkel teszteljék a kutyájukat, hogy hol tart. Most nem azért, mert győztes vagy nem győztes, hanem hogy tudja ez azokat a paramétereket, amiket egy burmasztisztól el lehet várni. Ha nem tudja, ettől még nem kell agyonlőni, csak tisztában legyen vele, hogy az ő kutyája milyen szinten áll. Tehát ez az én véleményem, és ezt nem rossz tanácsban mondom, hanem abból, hogy nem egy kiállítási cím határoz meg egy kutyát, hogy most nyert vagy nem nyert, hanem hogy viselkedik, milyen agyi kapacitással rendelkezik. Lehet rá számítani, így van, ha baj van. Igen, mondjuk rá, bulvaszi fia, nem, azt kell tudni. Ugyan, mint egy vadászkutyán, és lőnek és hazamegy, akkor nem megy vele vadászni. Tehát azért mondom, hogy lövésálló-e például. Zajálló-e. Tehát ha baj van, akkor meg fog engem védeni, vagy nem fog megvédeni, vagy mi lesz vele. Tehát ezeket tesztelni kéne azon kívül, hogy most ő nyert, vagy nem nyert. Én úgy gondolom. Hát nagyon szépen köszönöm, rendkívül érdekes gondolatok voltak ezek, és én úgy gondolom, hogy a nagyon sok tanulságot hordoznak magukban a nézők szempontjából, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy elmondta nekem. Nagyon szívesen. Ezt.